Itt az ideje, hogy újra egy jót beszélgessünk. A Joni testvérpár van itt velünk a stúdióban, és a legifjabb Joni. Szeretettel köszöntjük Önöket. Joni Géza, primás, Joni Gyula, az ország legjobb cimbalmosa, aki ezúttal harmonikával érkezett hozzánk nagy szívfájdalmára, de hát ne menjünk a részletekbe, a cimbalmot nem lehetett elhozni. Így van, és a legfiatalabb Joni, Joni Krisztián. Bizony. Sok szeretettel köszöntünk, köszöntünk. Aki a feles hegedűjével, már feles hegedűje van érkezett hozzánk. Üha. Hát a Székelyföldön nem hangzik el muzsika szó, ugyebár a Joni testvérek nélkül, és én őszintén már alig várom, hogy zenéjenek, hiszen számomra nagyon sok szép és kedves hangszert látok itt a stúdióban. És biztos vagyok, hogy nem csak számodra, hanem a kedves nézők van, is nagyon örülnek. És hát akkor meséljenek egy kicsit magukról, a zenéről, a zenéhez való kötődésről, illetve a hangszerekhez. Mikor kezdődött, arra vagyunk a legkíváncsibbak. Uh-huh. Így születtek, hegedűvel, cimbalommal. Kinek hogy kezdődött hát az életében? Gyula, vegyük újra. Rendben, Gyulával kezdjük. Hát azt majdnem mondhatom, hogy a cimbalommal születtem. Mert 3,5 éves koromban kezdtem tanulni. Édesapám egy kitűnő hegedűs volt, de ismert a cimbalmot is. Egy kiváló cimbalmunk volt, egy sunda cimbalom otthon. És mikor nem voltak otthon, szüleim persze, mindig a cimbalomnál voltam. Én ott ki tudtam magam tombolni. Többször ott kapott édesapám, s egyszer így csinált. Fiam, holnaptól fogunk hozzá cimbalomhoz. Verést is kaptam nagyon sokat. Tehát az már nem játék volt. Csak neki nehéz volt. Ő ismert a cimbalmot, tudott cimbalmozni. Csak hogy hegedűs volt, és akkor kellett, hogy a dallamot muzsikálja hegedűvel, és mikor valami nem volt jó, akkor kellett jöjjön, hogy mutasson neki. Nem volt könnyű dolga. A Gyula is hegedűn kezdett, ugye? Nem, ismerem a hegedűt, de nem, uh-huh. Nem szerettem a hegedűt. Nem, hogy nem szép, aki hegedűs. Hadlám, hogy Géza mit mond a hegedűről. Hát szerintem a hegedű a legszebb hangszer. Krisztián, egyet értesz? Igen. A hegedű a legjobb hangszer? Hát igen, a hegedű a legjobb hangszer. Te hány évesen kezdtél el hegedülni? Hát, négy és fél. Négy és fél, mert 3 évesen zongorázni kezdtél. Igen. Tudom, a kismadarak csiripelték. Ja. És szereted? Igen. Mindkettőt, de a hegedűt jobban szeretem, mint a zongorát. És nagyon csinos és elegáns vagy, tehát az öltözékben is figyelsz arra, hogy apát és nagybátyádat utánozd? Igen. Ilyen elegáns legyél. Géza esetében hogy volt a hegedűvel? Hát nálam úgy volt, hogy apám, mivel ilyen nagy hegedűs volt, úgy bár Gyula cimbalmos lett, akkor kellett, én hegedűs kellett legyek. Az úgy történt, hogy 12 éves koromban már nekem volt egy külön zenekarom. Persze azzal jártunk zenélni lakadalmokba is, bálokba, minden, hát már pénzem volt. 17 éves koromban elkerültem a Szatmári Művész Együttesnél, tehát én voltam az ország legfiatalabb profi zenésze, mi hegedűs. Tehát derogárit kellett kérjenek Szatmárul, Karestül, hogy igen, belépesek. Én nem tudok, hogy mit jelent ez az áthelyezést. Hogy nem töltöttem be 18 értem. Évet, és 18 évtől lehetett akkor valaki profi zenész. Én csak 17 voltam. Hmm. Na és aztán onnan elkerültem Csíkszeredába az együtteshez, mert Gyula eljött. Gyula, elkerültem Csíkszeredába, utána visszamentem Szatmára, Gyula volt a karmester, csak visszajöttünk Szeredába, valahol itt jobb a levegő. És a zene összekötötte önöket, hogy nem lehettek a Erdély persze. két részén, vagy az ország két részén. Igen, és akkor elmentünk Nagyváradra, ott a Bihari zenekarba, Filharmóniánál is, ott is voltunk egy darab, de csak visszakerültünk, és akkor dolgoztunk a... Én dolgoztam a zene... iskolánál, mint tanár. Bedolgoztunk a katonazenekarba, vendéglőbe zenéltünk, tehát a Fenyőbe, amikor felépítették a Hargita vendéglőt, akkor oda átmentünk. Tehát, ha jól értem, karriert építettek, és megélhetésért dolgoztak. Így van. És a kettőt együtt. Így Krisztiántól van. Szerettem volna megkérdezni, csak azért, hogy nehogy unatkozzon itt nálunk a stúdióba. Látom, azt hiszem, valami ritmus fel amúgy a lábába. Hogy az első... dal, oda, ének, igen. Amit a hegedűn játszottál, mi volt? Hát,
Hát az a rep... Hát a boci-boci... A boci-boci tarka. És most hol tartasz, Krisztián? Hát most... Hát most... Mit játszol mostanában? Mi a Brahmsot, meg a kánkán, meg ilyeneket. Húha, nagyon várjuk, egy kicsit fogsz játszani. Igen, bizony. És nótákat is. És nótákat is, például a repce. Sárga. Mutatsz valamit ebből esetleg? Népdalokat is tudok még. Népdalokat is. Azt hittem, hogy mond 2-3-at, és már Brahmsot, és nótákat, és népdalokat, és mindent sorol. Nagyon kíváncsivá tettél, úgyhogy én azt javaslom, hogy szólaltasd meg a hegedütet, jó? És a nagybátyádat, a cimbalmos nagybátyádat, aki most elhozta a harmonikáját. A harmonikáját, megkérjük, hogy kísérjen téged, jó? Igen. Pont azért kell az a száz lej. Nagyon jó. Bátyát úr azt mondta, hogy azt mondja, megengedtem, hogy kísírja a harmonikával, de nekem kell adjál száz lejt, amit megengedtem, hogy kísírja. És hát Anna mondta ez nekem. Ugye, ugye? Veheted a hegedüdet, Gyulát megkérjük, hogy itt így ülve, hogyha vegye fel a harmonikáját. Helyezd magad kényelembe. Apuka, egy kicsit segít esetleg, jó tanácsokkal. Szépen, jó? Hogy mindenki csodálkozzon. Ez. Apán is látom, hogy elégedett. Szeretnél még egyet? Hát a juhász. A juhász, jó, oké, meghallgatjuk. Olyan jó hangulatot varázsoltál ide. Biztos, hogy igen, de az adásidőt nem engedi, és nagyon sok mindent szeretnék. Nyugodtan tedd vissza kérdezni még tőled. Ügyesen oda, úgy állítsd vissza, ahogy volt. Gyulának is megengedjük, hogy letegye a könnyű kis harmonikáját. Látom, hogy a neve fel van írva rá. Igen. Én Krisztiántól amúgy nagyon kíváncsi vagyok, és megkérdezném Krisztián, hogy Krisztián, neked mi az álmod? Vagy elképzelted már, hogy hol szeretnél fellépni, vagy hogy gondolom, zenével szeretnél mindenki foglalkozni? Hát a színpadban azon az Erdei TV-n, tudjátok, a Székely TV-n, ahol akarom, hogy lássam magamat, hogy tudjam, hogy zenélek tévedés nélkül. Az ismétlésbe ezt az adást is visszanézheted. Húsvét vasárnap van, holnap locsolni kell menni. Te jársz el locsolni? Igen, hétfőn kell menni. Bizony, hétfőn locsolni. Ezek szerint te a hagyományt, a szép húsvéti hagyományt őrzöd. Apa is megy veled locsolni? Hát,
Nem tudom, de azt hiszem, hogy jönni fog. Tehát még azért sofőrnek megfogadod, ugye? Igen. S verset tanultál már? Igen, de hogy egy helyet fizessen, azt nem teszem meg, mert ő az apukám. Így van. Én nem kell fizessek. Ő nem kell fizessen. Géza, beszélgessünk egy kicsit a húsvéti hagyományokról. Hogy emlékeznek a gyerekkorukból? Hol tartanak most? Mennyire tartják otthon? Hogy telik egy szóval önöknél a húsvét? Hát én most is úgy tartom, hogy a legszebb, hogy a családba töltsük. Mi úgy szoktuk, hogy Gyulához megyünk, akkor Gyuláik átjönnek hozzánk másik nap, és akkor így együtt jól érzem, együtt vagyunk. Zenélnek ilyenkor? Hát, hogy elmondjam ezzel a zenéléssel, nálunk mi földszinten lakunk a blokkban. És ha valaki ott elmegy, az ablak alatt azt mondják, hogy itt bolondok laknak. És a szomszédok mit szólnak? Mindjárt elmondom. Azért, mert Csilla énekel. A feleségem. Igen, a feleségem. Én zenélek, még apu kisír. És én kisírem, ugyebár. Hát de hogyha terc kell, akkor tercel. Akkor tercelek. Igen, és hát, ezt most nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent Krisztián egyébként. Te tudod. Hát ő is tercel már nekem, szokottó, de... Tehát a lényeg, hogy a zene folyamatosan az életük része, és a hangszeren való játék nyilván. És a szomszédok kiülnek, és ott hallgassák az ablak alatt, és mondják, még folytassátok egy kicsit olyan jó, és ez a szerencsém, hogy olyanok a szomszédok. Mert nálunk aztán fest, szól a hangszer. Meglocsolják a szomszédokat hálából húsvét hétfőnként? Hát igen, igen. De a fiúk csak a lányokat locsolják meg, és a lányok bizony. Kell adni. Kell adjanak. Tojást, ami csoki búl van, vagy olyan tojást, ami bizony. Rendes, és vasárnap jönnek. Na, húsvét nyúlsz. Te melyiket szereted jobban, a csoki tojást, vagy a rendes tojást? Mindkettő. Felétek is jár a húsvéti nyúlszi, és potyogtat igen. Csoki tojásokat? Nem mindig tojást, mert csináljuk a tojást, de a boltból szoktunk néha venni. Segítetek a nyuszinak. Krisztián, szeretnél-e üzenni valakinek? Van-e egy kedves kislány, vagy több, aki neked tetszik, vagy nagymamádnak, vagy bárkinek üzennél? Húsvéti jó kívánságot. Gizi nénit. Hát, Gizi nénének üzenek. Mit meg szeretnél? A másik nénémnek is. Nagyon ügyes vagy, mit üzennél? Hát azt ott, hogy boldog húsvétot. Nagyon. De hogyha karácsony van, boldog karácsony, de hogyha Mikulásnak most, van, akkor boldog. De most maradjunk a húsvétnál, nagyon rendben volt. Gyulának is felajánljuk, hogy üzenjen akár a zenekedvelőknek, akár a családtagjainak, akinek szeretne. Hát én a barátaimnak, sok barátom van. És mondhatom nyugodtan, hogy szeretnek, nagyon szeretába. Sokszor nem érkezek köszönni, mert azt köszönnek nekem. És restelem, hogy idősebbek is, mint én, azok is köszönnek. A fiatalság is. Nekik küldi a műsor összes nótáját, és hát természetesen, amit hát, majd hallani fogunk. Hála Istennek, repertoárral nagyon jól állok, de dolgoztam is, dolgozok. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk. Köszönjük. Elbúcsúzunk szépen. Gyulától és Krisztiántól. Megkérünk, hogy fáradjatok ki, ugyanis Géza, van egy meglepetés. Bizony, igen, vihet, de hagyhatja akár, jó? Géza, azért marasztaljuk, mert van egy meglepetés vendégünk az ön számára. Megkérjük szépen, hogy fáradjon be Gáborné Csiszér Anna. Szeretettel köszöntelek benneteket. Szervusz, Anna. Meglepődött, Géza? Eljöttünk Vásárhelyre, ahhoz, hogy találkozhassunk. Hát igen, mert te Zsögödben laksz, és én a városban. Milyen? És Zsögöd a várossal egyébként összenőtt igen, már, van, hogy egy kilométer a világ közepes. Ezek szerint rég találkoztak ezek szerint? Hát mennyi ideje? Az adventben. Igen. Akkor együtt volt egy előadásunk, és akkor találkoztunk. Még van egy meglepetésem a számodra. Hogyha megígéred, hogy hétfőn meglocsolsz, ja. Vagy a fiad meglocsol, kapsz egy piros tojást, azt adni neked. Már köszönöm előre! Szépen. Köszönöm! Előre. Ezt gondolom az első piros tojást. Ha nem is kaptam, úgyis meglocsolnám. Köszönöm előre. Hát szeretettel köszöntelek benneteket és a tévé nézőket.
és mindenkinek kívánok áldott húsvéti ünnepeket. Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk, örülünk, hogyha sikerült meglepetést szerezni, köszönjük. Hogy a két csíkszeredai, illetve csíkszeredai zsögödit vásárhelyen összetalálkoztatni, de hát mi úgy tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokat zenéltek együtt, nagyon sokat muzsikáltak együtt, és énekeltek együtt. Egy kicsit Gézával már beszélgettünk, és Annát fogjuk kérdezni a kezdetekről, a nótához, de nem is a nótához, mert ha jól tudom, a népdallal kezdődött. Így van. Hát egy éneknek a két sorával tudnék válaszolni a kérdésetekre egyben. Édesanyám azt mesélte, hogy amikor születtem, nem daloltam, hanem énekeltem. Tehát ez már gyerekkoromtól egy isteni kegyelem, adottság, hogy jó hangot adott a jó Isten, és egészen már gyerekkoromtól elkezdtem olyan helyeken forogni, sürögni, ahol énekek voltak, énekek hangzottak el, és a népdalokkal kezdtem, tehát ezek voltak ugye az akkori hagyományok a falvakon, a fonókban, meg esténként, ahogy jártak a felnőttek, mindenütt vitt édesanyám magával, és végül az lett, hogy egyik népdal jobban tetszett, mint a másik, tehát egyik szebb volt, mint a másik, és lassan gyakorolgattam művelődési csoportokban, ilyen művelődési háznál, Csíkszentkirályi születésű vagyok, és ott a két fedőt összeütek, akkor biztos, hogy mi ott voltunk, és énekeltünk, és táncoltunk, és serkabált rendeztünk, meg minden, hogy az lett a vége, hogy 67-ben, mikor mentem 9. osztályba, akkor betettek a kórusba énekelni, azaz a Márton Áron Liceumnak volt a 300 éves évfordulója. És akkor betettek a kórusba énekelni, zenetaránom megfogott és kiemelt onnan. És azt mondta, hogy na te most ettől a perctől szólót fogsz énekelni. Na itt kezdődött a karrierem, mert ez volt a legelső olyan fellépésem, hogy egymagam zenekarral, nagy zenekarral énekeltem színpadon. Tehát említettem 67, 2017, tehát pontosan ebben az évben 50 éve, hogy elkezdtem a karrieremet. És 70-ben megalakult a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, akkor oda mentem az együtteshez, mint fizetéses alkalmazott, pedagógiára készültem. Édesanyám nagyon meglepődött, hogy hát nem oda mentem, hanem ide, de most is csak visszamennék oda, és ugyanezt az életet, ezt a pályát választaná. Én arra lennék amúgy kíváncsi, és annyit agyaltam, vagy hogyha lenne egy időgépem, akkor visszamennék ebbe a korba, mert amúgy elhangzott egy kor, és elhangzott egy olyan időszak, amikor talán mást jelentett, talán a népdal, a nóta, a muzsika, a vérbeli muzsikusság, hogy milyen volt akkor, és hogyan minősült át akár a manapság, vagy ma mit jelent az, hogy népdal, vagy valaki népdalt, vagy akár nótát énekel? Hát, ha választanom kellene, a népdalokat választanám, mármint a nóta és a népdal között. A népdalokat választanám, és azt kell mondjam, hogy az akkori időszakban, a 70-es években nagyon nehéz volt a felgyűjtése, a népdaloknak a felgyűjtése, ha a tiszta forrásba akartál élni. Amennyiben nem össze lehetett mindent énekeltetni, de ha tiszta forrásból akartál élni, akkor nagyon sokat mentünk, felgyűjtöttünk. Nem úgy, mint most, hogy bemegyek a stúdióba, kiveszem a CD-met, felteszem és lejátszom, mit akarok, Lapádit, Csíkit, Menaságit, Felcsíkit, Alcsíkit, mit akarok énekelni, és kész. Nem így volt ez. Úgyhogy szinte irigylem is a mai együttesnek az életét, mert... Részben könnyebb. Könnyebb. De olyan sok szép minden történt az alatt, amíg jártunk gyűjteni. Én például jó magam nagyon hamar ráharaptam a csángó népzenére, amit imádtam és szeretettel mentem, nagyon szeretem azt a vidéket, és szeretem az embereket ott. Egy olyan rendkívüli szeretettel bíralkoznak, amit nem mindenütt lehet megkapni. Lehet, hogy pontosan a vallásosságuk miatt van ez. Megtanultál egy csángó hangszeren is játszani? Megtanultam, igen, gardonyozni jártam. Nagyon sokat Zerkuláikhoz, és ott volt olyan nótafák, akikhez be lehetett adatközlők, akiktől lehetett nagyon könnyen és nagy szeretettel tanítottak,
És hát elmondhatom, hogy 1977. március 4-én megjelent az első lemez, ami csángó népdalokat és csiki népdalokat tartalmazott. Hát az ugye én is büszke és boldog voltam, mert akkoriban nem nagyon hányottak a lemezek. De 1970-től már minden évben legalább négyszer a romániai magyar televíziónál fellépéseim voltak, illetve adások voltak. Le kellett menni Bukarestbe? Kellett menni Bukarestbe, igen. És az érdekes az, hogy nagyon tetszett nekik a csángó. Simonfi Katalinéka. A csángó ruha, igen. Azért, hogy Szofia Vikoviankával egy alkalommal csak egy rövid eset, hogy egy öltözőben voltunk, és bejött Mariara Dragomirójú, és azt mondja, hogy milyen szegényes a ruhát. És a kolléganő Szofia úgy felháborodott, hogy hát hogy lehet ilyet mondani. És azt mondja, hogy minél szegényesebb a ruha, annál gazdagabb a folklóra. Tehát annak a vidéknek, annak a népnek. Igen, de hát és ránéztem, és mondtam, hogy mivel szegényesebb az enyém, mint a Szofia Vikovia. Az övé a fata bokáig ért, az enyém meg térdig ért, térden alul. Egyéb minden ugyanaz volt, hogy az ingen a minta az övé így volt, az enyém meg keresztbe volt. És úgy akkor megjegyeztem, hogy hát most ugye úgy csingilingik, meg minden csünnek, meg mit tudom én mi. Tehát ha nem tiszta a forrás, nem eredeti, úgy a viseletben, mint maga a népzenében, akkor ott már ott egy kicsit gondok vannak. Hallám, egy kicsit adjunk szót Gézának is, és tegyük próbára a memóriáját. Emlékszik-e, hogy mikor húzta a hegedűt először Annának? Igen. Igen? Igen, 72-be jöttem. Hihetetlen. Én Szeredába. Tudtam, hogy emlékezni fog. Biztos, 72-ben jöttem Szeredába, igen, az együtteshez is, Anikó már ott volt, ő azt hiszem 71-ben ment az együttes. És én 72-ben jöttem Szatmárról az együttes. Szatmártól jöttem az együttestől. Én azt mondom, hogy kérdezzük meg a meglepetés vendégünket is, hogy hogyan telik a húsvét, igen, tényleg, vannak-e húsvéti bizony hagyományok, szokások, amik elmaradhatatlanok az ünnepkörben? Meglocsolja-e Géza? Hát arra biztos, már van ígéret. Biztos, minden évben meglocsolom. Már tojást kapott, hogyha igen, már csak a locsolás. Már le van kötelezve. Tényleg, hogyan a családban vagy, hogy telik a hát talán a katolikus vallásban az egyik legszebb ünnep az a húsvét ünnep. A húsvét már a kereszten elkezdődik. Az Úr Jézus ugye értünk szenvedett a kereszten, a mi bűnös ember csoportunkért. Hát a húsvét Az szinte mind a karácsony, pont olyan családi ünnep, ilyenkor szoktunk összegyűlni nálam a családba, kötelező a másodnapján a gyerekeimnek mindenki hazajön, együtt ebédelünk, húsvét napján mindenki oda haza a saját maga fészkébe, de másodnapján mindig összeülünk. Ugyanígy van karácsony másodnapján is, ez hagyományossá vált, hát nagyon szép, és tartsuk azt a szokást, ami a Székelyföldön ugye az eledelekkel, az eledel szentelés, aztán hétfőn a locsolkodás, ugye, és minden olyan hagyományt, ami kötődik húsvéthoz. Nagyon szép, igen. Gondolom, igen. Anna is akkor ezek igen, szerint persze, a kosár, nagyon, kis igen. Aztán meg kíváncsiskodunk, hogy a kosarakon milyen terítők vannak, ugye igen, ez egy kicsit ilyen asszonyi, női szem, igen, hogy megnézi, hogy milyen szép, újabb, tavaly is meg, ezzel mit tudom. A terítővel volt, vagy idén igen, újjal jön. Így van, de így van, ezt tényleg így van. Na és én például azért úgy megjegyzem, hogy minél népiesebb. Különben édesanyámnak volt egy olyan mondása, mikor egy olyan 10 éve volt már, hogy hivatásos énekes voltam, akkor azt mondta, hogy fiam, olyan szép pályát választottál, nagyon szép a karriered, csak arra kérlek meg, hogy maradj meg, és éld szerénységgel. És ez nekem annyira tetszett, és úgy mindig kísért ez, hogy hát ne szálljon el az ember, ugye maradjon a földön, és 15 éve körülbelül átálltam a nótaéneklésre is, és azt is éneklem, hát nagy szeretettel, nagy sikerek jönnek, kicsit kudarcok is, amit én tudok, ugye kulisszatitkok, ugye, ahogy szokták mondani, függöny mögötti titkok. Szoktunk ezekről kérdezősködni, de most ünnep van, eltekintünk. Most kérdezzük csak a szépről, is. Csak a szépről beszélünk most. És azt mondom, hogy ajánljuk fel Annának is, hogy üzenjen szeretettel. Hát legszívesebben a családomnak üzenném az áldott húsvéti ünnepeket, éljék meg lélekben és szeretetben, éljük meg együtt, amit még a Jóisten ad, és szeretnék minden kedves barátainknak, ismerőseinknek, és mindazoknak, akik egyáltalán a tévét nézik, a tévéképernyője előtt ülnek. Áldott húsvétot kívánunk!
Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szép volt. Nem köszönünk el, hisz énekelni, zenélni fogtok nekünk, de nagyon örültünk, hogy itt voltatok velünk, hisz újra már nem beszélgetéssel folytatódik a mai műsor, és további sok sikert, sok-sok-sok. Mit is kívánjunk? Hát én szerintem örömöt a gyermekeikben. Zeneszeretetet továbbra, hogy további ilyen. Mert olyan jó látni, hogy tényleg vannak vérbeli muzsikusok, és ezt öröm látni. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást, és mi is kívánunk jó egészséget, szeretetet és boldogságot, sok örömet az életbe. Köszönjük. We'll be right back.